befogadó ház alapítvány egy keresztény felekezet közé munka, misszió, amely azért alakult, hogy az utcán csellendő tinédzsereket, fiatalokat elérjük, azokat, akiknek tanulási nehézségük van, viselkedés zavaróak, akik érzelmileg sérültek, akik nehéz családi helyzetből jönnek. Számunkra az a legfontosabb, hogy elérjük őket az evangélium üzenetével, Krisztus szabadításával. Szerintem nagyon értékes, amit, az a munka, amit itt végeznek, és szerintem egy olyan munka is, ami Magyarországon szerintem most hiány, tehát amire nagyon nagy igény lenne, és nagyon-nagyon kevesen csinálják. Munkánk, ahogy mondtam már, felekezet közé, a legkülönbözőbb gyülekezetekből jönnek ide munkatársak, fiatalok, akik készek arra, hogy ezek felé a tinédzserek, fiatalok felé szolgáljanak. A legfontosabb alappilléri az az imádság, ami nélkül nem tudnak létezni. Hatalmas ereje van Jézusnak, és ő az, aki összetartja a házat, és ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon nagy munka, ami itt folyik, és örülök, hogy a részese lehetek. Ehhez nem is kell olyan sok képzettség, vagy nem kell olyan sok tehetség, hogy ezt csinálja az ember, egyszerűen nyitott szív kell hozzá, meg az, hogy eljöjjön, itt legyen, és szeresse a gyerekeket, akiket itt talál. Ez nem egy szociális munka, sőt, ez nem szociális munka egyáltalán, hanem ez egy misszió. Nem tudom, valahogy az az érzésem, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, azok igénylik azt, hogy legyen számukra valaki, vagy legyenek számukra olyan emberek, akiknek meg tudnak nyílni, akikkel beszélgethetnek akármiről, amiről szeretnének. Ezek a srácok, akik bejönnek hozzánk, nem véletlenül jönnek be, és tudom, hogy terheket cipelnek, meg nehéz az életük, és azt is hiszem, hogy ezen csak Isten tud változtatni. Bejönnek a fiatalok, és van alkalom, lehetőség csúcsúzásra, pingpongozásra, kézműveskedésre, rajzra, számítógépezésre, és ezek között a programok között mi velük vagyunk, velük csúcsúzunk, velük pingpongozunk, kialakul egy bizalmi kapcsolat, amely kapcsolat az alapja a missziónknak. Hogy az ember ebben a munkában elmélyül, megváltozik a gyerekekkel való viselkedése, a viszonyulása, a ragaszkodása. Tehát ugye minél inkább az ember odaadja magát, annál többet tud nyújtani, és annál többet tud kapni ő is. Szerintem az is jó, hogyha a viselkedésemmel közvetítem így Jézust, hogyha szeretettel meg elfogadással fordulok feléjük, hogyha érezhetik, hogy ez a ház egy biztos pont, hogy ide jöhetnek. Ide eljönnek, és itt van egy olyan stabil, meg biztonságos légkör, ami várja őket, akkor ők megnyílnak, mert szerintem a gyereknek, meg úgy általában az embernek van egy ilyen igénye, hogy legyen valahol egy olyan otthon, ahol önmaga lehet, meg ahol elmondhatja azt is, hogyha bánatos, meg azt is elmondhatja, hogyha örül. És szerintem ez a legnagyobb szolgálata a háznak. Időnként ugye azért szükség van fegyelmezésre a részemről is, de sokkal inkább próbálok a gyerekek felé kedvességgel, szeretettel, humorral fordulni, hogy inkább a barátot, sőt a barátot lássák bennem, meg egy olyan embert, akire számíthatnak.
Megtanultam a dolgok mögé nézni, és nem pedig elítélni ezeket a srácokat. Az, hogy a munkánknak kialakult ez a fajta profilja, ezt köszönhetjük a Teen Challenge keresztény nemzetközileg is elismert szervezetnek, akik tényleg az utcán csellentek, őket értékel, megtalálták annak a módját, hogy hogy tudják a Krisztus szabadítását, az evangéliumot közéjük vinni, és ezekben a képzésekben nekünk is részünk van. A Teen Challenge nevű program keretében működik ez a ház, és a németországi vezetője jött el ide, és nekem nagyon tetszett az előadás, és igazából ez motivált arra, hogy segített abban, hogy komolyabban ide tegyen magam. Itt összegyűlik a házban egy imádkozó csoport, akik személyesen hordozzák a gyerekeinket név szerint, és nem csak akkor, amikor itt vannak, hanem amikor hazamennek is. Akkor is ez nagyon fontos, ez a támogatás. Sokat jelentenek az együtt imádkozások, így az alkalmak után, mikor közösen leülünk munkatársak, segítők, és megbeszéljük így a napot, hogy mi történt, és imádkozunk a gyerekekért. Szerintem ennek nagy ereje van. Soha nem lehet tudni, hogy ki lesz azokból a gyerekekből, akik itt vannak. Én úgy gondolom, hogy formál minket Jézus ereje, hogy engem is, mint segítő, meg a gyerekeket is, és akik így régebb óta itt vannak, azokon szerintem látszik így a változás, hogy ide járnak. Úgy érzem, hogy Isten vezetett ide engem. Nem véletlen, hogy itt vagyok. Nem függünk az államtól, ez azt jelenti, hogy adományokat kapunk különböző testvérektől, gyülekezetektől, ők támogatják ezt a munkát, pályázatokat próbáljuk meglépni, pályázatokra írunk, és ez azt jelenti még számunkra, hogy még inkább függünk attól, hogy tényleg az Isten közöttünk csodát tegyen. Várjuk mindazokat, akiknek igazán ég a szívük a misszióért, akik imádkozó lelkületűek, akik nyitottak az őrösebb, fiatalabb tinédzserek felé, és őket szeretni tudják, elfogadni tudják. Úgyhogy bárki, bármelyik gyülekezetből jelentkezhet.